Jót tett a pünkösdi hétvége a hazai turizmusnak, beindult a szezon. A szállás.hu adatai szerint egy hét alatt megduplázódott a pünkösdi hétvégére szóló belföldi foglalások száma. A hosszú hétvégén az egyik legkedveltebb úti cél Siófok volt, amelyet Balatonfüred és Zalakaros követett. Nyíregyháza az ötödik helyen végzett, többek között Hévíz, Hajdúszoboszló és Pécs előtt. A felmérések azt mutatják, egyre inkább az ország határon belül tervezik a pihenésüket a magyarok, jelenleg körülbelül kétharmados ez az arány. Napról napra emelkedik a foglalások száma. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint naponta 2000-2500 új foglalás érkezik, többségében júliusra és augusztusra. A pünkösdi hosszú hétvégén Nyíregyháza turisztikai attrakciói után is nagy volt az érdeklődés. Az állatparkban rengeteg volt a látogató, bemutatták többek között az új indián tábort, a felújított Maki erdőt, a Naszály falut, illetve megtekinthették az elmúlt időszakban született apróságokat is, mint például a nagymarákat, az európai és amerikai bölényeket, a rekordszámú galléros páviánokat és a park legfiatalabb lakóit, a sárga szakállas Maki ikreket. Májusban több mint 30 ezer segítséget sikerült eladni az online felületünkön, és a pünkösdi három nap alatt több mint 10 ezeren váltottak belépőjegyet a pénztárakban. Különösen a hétfői nap volt látogatókkal teli, hiszen rengeteg magyar vendég érkezett hozzánk, és nagyon várjuk a későbbiekben majd a külföldi látogatókat is. Az állatkerti szállodánk is óriási népszerűségnek örvendett, a hotel hangja a teltházban működött, és a foglalások alapján egészen augusztus végig nagyon-nagyon az érdeklődés, elsősorban a magyar vendégeket illetően. A kellemetlen időjárás ellenére nagy volt az érdeklődés a Sóstói Múzeumfalu iránt is. Mindhárom napon termelői vásárt és kézműves piacot is tartottak, így a sokféle finomság mellett népművészeti termékeket is vihettek haza a látogatók, az anarcsiporten pedig kemencében készült finomságokat kóstolhattak meg az érdeklődők. A pünkösdi hétvégén a múzeumfalu saját fizetőeszközével, a skanzen vankóval lehetett fizetni, melynek értéke 100 forint volt. A legkisebbek sem maradtak programok nélkül, volt meseudvar, mesekuckó, illetve népi játékok várták a gyerekeket. Sokan jöttek el hozzánk, sokan választottak minket, a rossz idő ellenére is. A három napot, ha összességében nézzük, akkor 3000 látogatónk volt, de legtöbben a pünkösd hétfői napon látogattak ki hozzánk, hiszen ezen a napon nagyon jó idő volt. Viszont a pünkösd vasárnap, amikor sokat esett, nagyon borús volt az idő és hűvös volt, akkor is nagyon sokan kijöttek hozzánk, majdnem 700-an. A legtöbb család már nagyon várta, hogy ismét közösen kimozdulhasson a karantén után, betartva a biztonsági óvintézkedéseket. A Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu is bízik abban, hogy mostantól szépen fokozatosan egyre több vendéget fogadhatnak. Az állatpark a hét mindennapján várja a vendégeket, a Sóstói skanzen pedig kettől vasárnapig fogadja a látogatókat.